mindenkit. A mai napon az erdélyi fejedelemségről, erdélyi érdekességekről lesz szó. Bemutatom a csapatnak a tagjait. Jó napot kívánok, én Kapinya Lejna vagyok, a Szkípia Hungarika Hagyományőrző Egyesületnek az alapítója és vezetője. Én továbbra is Hidán Csaba vagyok, az Aranyszabja Történelmi Vívóiskola alapítója, a Károly Gáspár Református Egyetem tanára. Én Hidán Ramos vagyok, és az Aranyszabja Történelmi Vívóiskolába tartozok. És külön meglepetés a számunkra és mindannyiunk számára, hogy Erdély talán egyik legősibb családjának sarjadéka velünk van. Üdvözlök mindenkit, én Apor Gergely vagyok, a Károly Gáspár Református Egyetem hallgatója. Tündérkert, Tündérország, Erdőelve, Erdély. Egy legendával kezdem, hiszen Erdélyben mai napig sokkal legenda mondta érve. Vala a világnak egy aranyos szegelete, ahol minden olyan volt, mint a világ teremtése. Gyönyörű folyók öntözték azt a földet, és hegyek koszorúzták. Olyan fenyőfák nőttek azokban a hegyeken, hogy manapság talán nem találjuk párját az egész világon. És volt az a föld a tündérkert, és benne uralkodott a tündér király, a tündér királynő. És volt nekik 7 tündérlányuk. A Maros, az Old, a Szamos, a Tisza, az Aranyos, a Kütülő és a Kölös. És Tündérország népe boldog volt, mert a tenger és a tündér királynő bölcsen uralkodott, és a tündér királynő Dunának hívták, a király pedig tengernek. Bölcsen uralkodott, és szerették is a népet, mert igazságosan uralkodók voltak. Igen ám, de történt egyszer, hogy hír gonosz óriás. A környékbeli népekkel szövetkezvén elhatározták, hogy elfoglalják a tündérkertet, és a tündérkertben ő telepednek le hadaikkal egyetemben. És ki volt ez a hét gonosz óriás? Fanyő, hőmorzsoló, bércet repesztő, szulokkal gyújtogató, fenyőfát törő, vasgyúló és minden pusztító. És amikor követeket menesztettek a tündérkertbe, hogy pusztuljanak arról a földről, hiszen az nekik kell, a tenger haragosan rázta meg szakállát, és kidobatta az óriások követeit. Igen ám, akkor az óriások háború kezdett a tündérkert ellen. Forroszulokkal égették föl a pázsitokat és az erdőket, ledöntötték a büszke bérceket. Szétzúzták a hegyeket, kővel, vasbukóval, tűzzel pusztítottak mindent. És alig tudott elmenekülni tenger. Hada megsemmisült, és fogságra vetették Dunát és a hét tündérlányt. De mivel azok bátrak voltak, és még a fogságban sem akartak, rendségül menne a hét gonosz óriáshoz. Föld alatti barlangokba zárták őket, hogy még az áldott napot se lássák. Tenger pedig bújtosott. Ment, mendegélt, messzi pusztasságokon, rengeteg erdőkön keresztül. Mindig nap felé felé ment. És hogy üzenjenek valahogy tengernek, a hét lánya, a hét tündérlány, és Duna, a tündér királynő, folyókon üzen. És ahogy a Duna összegyűjti a 7 kicsi folyóvizét, a Maros, az Old, a Szamos, a Kükülő, a Tisza, az Aranyos és a Kőrös vizét, úgy vitte az üzenetet messze napkelet felé, amelyre tenger bolygó volt. Üzenetet, hogy milyen a tündérkert sorsa. És egy napon, amikor a tenger egy óriási pusztaságon bújdokolt, bizony a tenger partján a vizek csobogása. Habok zúgásából. Meghallotta az üzenetet, hogy mire jutott a tündérkert. Mire jutott tündérkert népének sorsa. És már-már azon volt, hogy bizony itt a vég és véget vett életének, amikor egyszerre csak messzi napkeletről, Tártosrovon, hét kicsi levél doppant eléje. Tártosok nem voltak valami nagy lovak, és a fiú sem voltak valami óriások, de édesanyjuk volt a nap. És édesapjuk volt az ősz öreg puszta. És arra tanították őket, hogy legyenek bátrak, és segítsék a bajdogodottakat. És a hét fiú, aki a napkeleti füves pusztákról érkezett, messziről, a hét tártos lovon,
megkérdezte őszöreg tengert, hogy mi a bát, mi bátja. És tengert elmondta, hogy hova jutott tündérkert, és mi lett tündérkert lakóinak a sorsa. És akkor a hét fiú többet nem tanakodott, többet nem állt. Követeket menesztettek az óriásokhoz, hogy takarodjanak a tündérkertből, gonoszvékeikkel és seregükkel elítve. Ám az óriások csak kacagták őket, hiszen a tártosok nem voltak valami nagy lovak, ők sem voltak valami óriások, de volt erős íjuk, görbe csapós szabjájuk, és tüsteiben támadták az óriásokat. És a lovak polindobbantotta a kolosszörkennek, sógott a nyíl, sógott a szabja. És estére kérve verve volt az óriások hadon. Hiába próbálták a fiúkat borosszulottal leportázni, kővel agyonütni, vasbunkóval megölni. És akkor a hét fiú, aki tártos paripán messze a napkeleti pusztákról érkezett, letelepedett a tündérkertben. Népükkel együtt. És ketten tündérkert lakóival egyesültek, és hont és országot alapítottak. És nevezték azt az országot újból tündérkert. És később, aztán amikor a mitológiai idő, a legendás idők elmúltak, nevezték a tündérkertet Erdőelvének Erdőnek. Érdekes, hogy nagyon sok régi hiedelmet, legendát pontosan Erdély különböző részein találjuk meg. Maga a tündérkert kifejezés már a 16. században ismert volt, magyarul írták le. Azonban, ha megnézzük és áttekintjük egy kicsit, a Erdélynek a valós történetét, mert amit mondottam, ahogy a mitológiai idők, a mondai idők véget értek, elkezdődtek a historiai idők, arról már írott forrásokkal rendelkezünk, és sokkal pontosabban tudunk mindent. Erdély első lakói, akiket még szerint ismerünk, az kíták voltak. Valamikor Krisztus előtt a 6. században telepedtek meg Erdélyben, és nevük az Agathus szkíták volt. Tudjuk, hogy a szkíták az aldunai és az agatőszkíták visszaverték Dariosz támadását. Tudjuk, hogy a szkíták ilyen idéznék voltak, és a szkítáknál mind a férfiak, mind az asszonyok bátor harcosok voltak, nem rettentek meg, hiszen Tomiris a szkíták királynője győzte le a perzsa birodalom alapítóját Kürosznak király. Az aldunai és az erdélyi szkíták pedig Dariosznak király, Kürosznak királynője. Később Erdélyben megtaláljuk a rejtélyes dákokat. Valójában 5 nép keverékéből jött létre a dák nép, és vitézül harcolt a rómaiak ellen. Az igaz, hogy semmi köze a később, jóval később, évszázadokra később Erdélyben megtelepedő románokhoz. Aztán a rómaiak meghódítják Erdélyt, és létrehozzák a római provinciát, Dácia provinciát. Provincia élete csak olyan, mint a római világban mindenütt. Római intézményekkel, utakkal, hidakkal. Ám 271-ben, amikor a római birodalom már-már kezd összeroppanni a támadók súlyadalmat, egyszerűen Aurelianus császár úgy dönt, hogy kivonul Dáciából, hiszen nem akarja, ahogy Eutrópius történetíró mondja, a nagyszámú római polgár a barbárok kezére jusson. És a római emlékek Dáciában elenyésznek. Kontinuitásnak semmiféle nyomát, történelmi igazolását nem találjuk. Az elsők, akik megtelepedtek, azok gótok voltak, méghozzá vizigótok. Vizigótok erdélyi tartózkodásával kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy hozzájuk küldte Szent Eusebius Cézárián püspöke, gót nevén Vulfilát vagy Ulfilászt, aki lefordítja az új szövetséget gót nyelvre, amelynek nagyobb része napjainkban is. Napjainkban is megmaradt. Aztán a gót uralmat a hunokról hagyják össze. Balamber hunjai, akik messzi napkeletről érkeznek, és két rövid hadjáratban előzött meg a posztrogótokat, majd a vizigótokat győzik le, és Erdély része lesz a hun birodalomnak. Majd amikor a hun birodalom a testvérháború miatt összeroppan, akkor egy rövid ideig germánok lakják Erdély földjét, majd avarok. Azonban egy perccel érdemes megállni a hunokkal kapcsolatban, hiszen a székely hagyomány azt tartja, hogy hun eredetűek, és amikor a hun birodalom összeroppant, egy részük visszamegy napkeletre, más részük elvegyül a népvándorlás forgatagában, Csiglamezején egy kis részük megtelepedik, megmarad,
és várja vissza a testvéréket napkeletről, és ezek lennének a székelyek. Az avarok hosszú évszázadokon keresztül lakják Erdélyt, egészen pontosan 567-68 telén teremtettek meg Erdélybe, és őket Álmos és Árpád magyarjai követik. És Álmos és Árpád magyarjai már minden bizonnyal ugyanazt a nyelvet beszélik, amit később a Kárpát-medencében, a Pirényi medencekaputól, Trencséntől egészen Háromszékig, és a Bereckei szorostól, a Kárpátalja keleti részétől egészen Szlovéniáig, egészen az Adriai tengerig. Ők bizonyára értenék a mai Kárpát-medencei magyarok nyelvét is, ahogy mi is értenék az övékét. Aztán létrejön a Magyar Királyság. Az erdélyi vármegyék, az erdélyi egyháznak ugyanolyanok, mint a Magyar Királyságban mindenütt. Igaz, hogy Erdély közigazgatásilag egy önálló részt képez, hiszen az erdélyi vajda szedi be az adót, képviseli a közigazgatást, legfelsőbb bíró Erdélybe, és vezeti az erdélyi hadakat. Ez nem azt jelenti, hogy egy különállóságot képez erdélyi az Árpádházi királyok alatt, hiszen a vajdán a király nevezik. Nem az erdélyi rendet választják, és nem egyfajta király ellenes hatalmat képvisel, hanem pontosan ő képviseli a magyar királyt Erdélyországban. Az államalapítás után, a keresztény államalapítás után tudjuk, hogy azonban különböző más népek is beköltöznek Erdélybe. Az első talán a lesenyők. Lesenyők, akiket Szent László kérdésnél 1068-ban legyőzött, és aztán egy több csatában, de legyőzően a székelyekkel. Letelepedtek, és székelyekkel együtt a keleti határokat őrizték. Unokról nincs tudomásunk, hogy különösebben megtelepedtek volna Erdélyben, de Árpádházi királyok messzi Németföldről szászokat telepítenek, főleg, hogy városokat alapítsanak, kézművességgel foglalkozzanak, bányákban dolgozzanak. Aztán valamikor a 14. század közepén ismerjük az első román falvakat. Fogarasi havasok előterében Nagy Lajos király alatt említenek az írott források 5 román falut. A vegyesházbeli királyok alatt Erdély sorsa megnehezedik, hiszen közben egyre erősebbé váló oszmán birodalom mind közeledik a magyar határokhoz, majd amikor a Moldvai vajdaság és a Havasalföldi vajdaság behódol, akkor közvetlen határos lesz Erdélyország a török birodalom. Tudunk nagy csatát, hogy Hunyadi János csatázott, Maros-Szentlényre majd később, Kinizsi Pál, pedig Déva mellett kenyérmeződve. És aztán következik a 16. század, amikor Erdély lassan sajátos útra tér, sajátos történelmi sorsa beteljesedik. Erről lesz szó ma, és néhány érdekességről, az erdélyi élet különlegességéről. Amikor elesett Buda, a gyanúi egyezmény kárpótlást ígér Izabellának és János Zsigmondnak, hogyha Erdélyben megtelepednek, ugyanakkor elismerik Ferdinándot királynak, hogyha az egész magyar területről ki tudja szorítani a törököt. Igaz ugyan, hogy feltétele, hogy magyar nádot válasszon Ferdinánd. A császáriak, Habsburgok azonban nem sokat tesznek Erdélyért, még Pestet sem tudják visszafoglalni a törököktől, nemhogy Budát. Ráadásul 1545-ben újabb török támadás kezdődik, elesik Siklós, Tata, Fehérvár, Nógrád, Hatvan. És Fráter György, Erdély kiváló politikusa, nemzetközi kitekintéssel rendelkező politikusa, hiába próbál egy keresztény koalíciót létrehozni, hiába próbál megegyezést keresni a Habsburgokkal, Castaldo zsoldosai, akik 1551-ben érkeznek Erdélybe, bizony a török ellen nem képviselnek kellő haderőt. A kortárs történetíró így emlékezik meg, szó szerint idézem, a császári sereg vendégségnek ugyan népes, véderőnek azonban csekély. Nem is védte meg Erdélyt, de meggyilkolták Fráter Györgyöt Algincz kastélyában, temetetlenül feküdt körülbelül 70 napig a kastélyban, majd a török mozgolódásának hírére a Habsburg sereg kivonult Erdélyből. Mint egy büntetésképpen 1552-ben újabb török hadjárat kezdődik. Elesik Veszprém, Drége, Olmok, Temesvár, Szolnok,
Egyedül Eger az, amelyik, és pontosabban Eger védői világra szóló diadalt aratnak a török egyesült törökségek fölött. Ferdinándnak azonban sem ereje, sem akarata nincsen Erdélyt megvédeni és úgymond éprehozni a magyar egységet. Cullárány parancsára 1554-ben az erdélyek visszahívják Izabellát és János Zsigmondot, akik közben elmenekültek Erdélyből, és az újabb török támadás, ami 1566-ban következik be, sajnos Gyula, Jenő, Világos és Szigetvár elestét eredményezi. A császári sereg, a majd 100 000 fős császári sereg, amely Győrben közben összeült, tétlenül nézi, megvárja Szigetvár elestét, és utána hazavonul Ausztriába. Közben, mivel Erdély szorongattatott helyzetben van, és a vajda fedele király státusz, ami nem tisztázódott János Zsigmondnak, a székelyeket részben jobb elsőre akarja vetni. Ezért történik 1562-ben a székely felkelés, amit ugyan levernek, de egy igen rossz időpontban történik ez, hiszen szükség lett volna a székely katonára, a székely hétészségre, Erdély védelméért. Az 1568-as Drinákói Egyezmény elismeri a törökök hódítását. De a 68-as év jeles Erdély történetében, és nem csak Erdély történetében, hanem egész Európa, az egész világ történetében, hiszen a tordai országgyűlésen mondják ki először a világot törvényben a vallási meggyőződés és a lelkiismeret szabadságát. Ez a törvény, amit a tordai országgyűlésen hoznak a tordai jótemplomban, és aztán Marosvásárhelyen hirdetik ki, garantálja Erdély lakóinak a szabad vallásgyakorlási jogát. Minden magyar büszke lehet erre, hiszen magyar föld Erdély volt a világon, ahol ezt törvényben kimondták, néhány esztendőre rá történik a szembertalan éjszak a Párizsban, amikor a francia mészárolja a franciák, csak azért, mert egyik katolikus, másik hugenotta. Erdélyben törvény biztosította a szabad vallásgyakorlást. Közben mondjuk úgy nemzetközi státusra is rendeződik Erdélynek 1570-ben. A Speyeri szerződésben János Zsigmond és a Habsburgok kiegyeznek, hogy János Zsigmond lemond a magyar királyi tisztségről, nem nevezi magát magyar királynak, elismeri a Habsburg uralkodott magyar királynak, de ezért mégsa elismeri Erdélyt és Porciumot önálló fejedelemségnek, elismeri annak az állami státuszát. A magyar államot ekkor Erdély képviseli, Erdély jeleníti meg. És az erdélyi rendek ragaszkodnak a szabad fejedelem választási jogához. 1571-ben Bátor Istvánt választják Erdély fejedelmévé, aki 1575-től lengyel király is volt. És vállalta a lengyel királyságot, bár nem egyből döntött, nem ment fenekestül Krakkóba rögtön, hogy fejére tegyék a lengyel királyi koronát, de úgy gondolta, hogy Magyarország egyesítését jobban véghez tudja vinni lengyel királyként is, mint sem csak idézőjelben, csak erdélyi fejedelem. És miután Kerülő Szentpánnál legyőzte a Habsburgok jelöltjét Bekes Gáspárt, bevonult Lengyelországba és királyát koronázta magát, lengyel királyát. Az ő nevéhez fűződik a veres darabontok felállítása. Részben a székelyek státuszának rendezése volt ez, hiszen a székely felkelés leverése után János Zsigmond nem rendezte jogilag teljesen a székelyek státuszát, Bátor István volt az, és létrehozta a székely puskások csapatát, a veres darabontoknak a csapatát, akik részben testőrséget is képezték az erdélyi fejedelemnek. Elfogadta a török felhatóságát, de nagyon tisztában volt abban, hogy teljesen megbízni a törökben nem lehet. És volt egy érdekes mondása, de fizette az adót a törököknek, és azt is tudta, hogy szembeszállni nem lehet. Bátori nagy politikus, reál politikus volt, idézem, ha valamely keresztény fejedelem a törököt maga erejéből legyőzi, úgy lovászul szolgálom én azt. De erre sajnos várhatom, hogy valamely keresztény fejedelem a törököt maga erejéből legyőzze, vagy akarja legyőzni. Viszont a lengyelek nagyon hálásak Bátor Istvánnak, hiszen megmentette őket, hosszú ideig megmentette, és Lengyelországban szabadságot biztosított az oroszokkal szemben. Hiszen 1579-81 között nagyon komoly háborút vívott negyedik Ivánnal,
és ebben a hadjáratban mellette találjuk a korábbi ellenfelét Bekes Gáspárt is, de Bornán Vissza Jánost is, aki a Szegény Csillagoknak a Jancsi gyereke, és ebben a hadjáratban részt vesz Balassi Bálint is, a fiatal Balassi Bálint is. És azt is tudjuk, hogy 5000 válogatott székelyt vitt magáról a lengyelországi hadjáratra, és az az 5000 székely biztosította nagy mértékben a lengyelországi hadjárat sikerét. És hogyha később, akár Napóleon, vagy akár a harmadik birodalom tábornokai olvasták volna Bethlen Bátori István hadjáratát, lehet, hogy a Szovjetunióban a hadjárat kissé másképp alul. Na mi volt ennek a kulcsa? Télen támadta meg az oroszokat. Márpedig azt mindannyian tudjuk, hogy Oroszországot télen megtámadni bizony merész gondolat. Azért támadott télen, mert Oroszországon rengeteg kis Litvániában a mocsárak. Óriási kiterjedési mocsárak vannak. Nyáron meg kell kerülni. Orosznak van ideje felkészülni. Sáros, poros földes útak, mocsarak, vadvizek. Télen befagy a mocsár, torony rá lehet menni. Sokkal gyorsabban lehet támadni, viszont nagyon hideg van. Nem sátorban haltattak katonáit, hanem az 5000 válogatott székely, egy székelyben élt a fához, hiszen hegyvidéken lakik, amikor a magyar sereg, lengyel sereg táborozott, röntökből, boronafákból cölöpök, védőfalat épített és rendházakat. Amilyeneket a mai napig még Székelyföldön találnak. És így nem fáztak a katonáit, nem sátorozóhatott őket. Olyan gyors volt a támadása, hogy bevette még Pszkóvot is, a vad mezők Vielki-Jalukinál többször szétvert az orosz seregeket, és utána előnyös szerződést, előnyös békét köt IV. Ivánnal, aki kénytelen elfogadni Bátori feltételeit. Azonban Erdélyt is törődött. Több iskolát alapított, Kolozsvára leghíresen Jezsuita Akadémia, ami mai napig egyik legjelentősebb középiskolája. Kolozsvárnak ma Bátori István nevű viseli. Bátor István, Erdély fejedelem, lengyel király, a krakkói Vádelben van eltemetve. Hosszabb ideig volt utóda Bátori Zsigmond, akit bár az erdélyi rendek választottak, és iskolázott volt, világot járt, Padovában is tanult egy ideig egyetemen, azonban nem volt egy igen szerencsés sorsú fejedelme Erdélynek. 1593-ban, akkor megkezdődik a 15 éves háború. Nem sokára csatlakozik a Keresztény Lígához, és 95-ben a Keresztény Líga visszafoglalja Esztergomot, Lippát, Solymos, Aradot, Csalánot, és Gyurgyebónál, Valdonánál szétverik Szilárd pasa seregét. És az érdekes, hogy akkor a regnáló erdélyi fejedelem Bátori István. De öt erdélyi fejedelem vesz részt ebben a csatában, hiszen ott van Bocska István, mint váradi főkapitány, az erdélyi főparancsnoka, ott van Bethlen Gábor, ott van Bátori Gábor, és ott van Székely Mózes. És ugye említettem, hogy a regnáló fejedelem Bátori Zsigmond. Tehát ebben a csatában öt erdélyi fejedelem vezeti azt a sereget, ami Szinán pasát legyőzi, és egy török forrás szerint Szinán pasa meglevő utolsó három fogát is elvesztette ebbe a csatába. Azonban később, egyesztendővel később a háború fordulatot vesz, keresztények elveszítik a mezőkeresztesi csatát, elesik Eger. Érdemes azért elmondanunk, hogy 1552-ben majdnem 2000 ember védte Eger várát, magyarul kettő volt német. 1596-ban 5000 ember védi Eger várát, túlnyomó részt nem magyarok, külföldi zsoldosok, el is esik a vár. És ezután Bátori Zsigmond hol lemond, hol visszatér. Hol lemond, hol visszatér. Egy igazán egy tétova, határozatlan fejedelem, és az eredmény, hogy 1600 után Erdély Giorgio Basta, olasz származású császári generális ellen seregével, és mint a sáskahat pusztítják Erdélyt. Szamosközi István történetíró megírja azt a sok bajt, pusztulást, nyomorúságot, amit a császári hat zúdított Erdélyre. Talán Erdély végveszélybe került is volna, hogyha nem támad egy olyan fejedelme, aki sikeres szabadságharcot vívott a Habsburgok ellen, és nem csak Erdély, hanem Magyarország fejedelmévé is választották Bocska István. 1604-ben. Amikor már visszavonult a politikától a közélettől, Kereki várába, Mihály birtokaira, kiegyezett a hajdukkal.
És Álmosnál ragyogó győzelmet alaptak a császárja fölött, aztán Kassánál, 1605. januárjában már a esztergomi térségek, pozsonyi térségek eljötték a hajók, a hadszíntelet áthelyezték Cseh-Morva területre, és 1605-ben a szerencsi országgyűlésen Bocskait Magyarország fejedelmévé választották. Elfoglalják Érsekújvárt, megnemesítik a hajdukat, kollektív nemességet ad a 12 megnevezett hajdukapitány alatt harcoló hajduknak. Viszont igen bölcsen 1605-ben, amikor a Rákosi mező Lalla Mohamed nagyvezér elhozza neki a szultán koronáját, és Magyarország királyává akarja tenni, a koronát ugyan elfogadja, de ajándéknak tekinti, és nem felségnevének. Viszont előnyös végig köt a Habsburgokkal, akiknek nagyon-nagyon jól jött, hogy Bocskai hajlandó kompromisszumra, hajlandó a békének. És íme két nagyhatalom között, két ordas között, ahogy a korabeliek mondták, két pogány közt megóvta Erdélynek az épségét, Erdélynek az önállóságát. A bécsi béke garantálta a fejedelemség, az erdély fejedelemség önállóságát. Hét felső magyarországi vármegyét is megkapott halál végéig, és amint a hajduk előadásán is említettem, az akkori Erdély volt ugyan anyaország, de Bocskai szem előtt tartotta a határon túli magyarok érdekeit is, hiszen a bécsi béke tartalmazza azt, hogy a Habsburg uralkodó összehívja a Magyarország gyűlést, nádort választanak, és a vallásszabadságot garantálja a Magyarországon élő magyarok számára is. Reálpolitikus, de messze menően kihasználja a lehetőségeit, és ebből nem engedett jobb termét sem. Ugyancsak Bocskai közvetítésére, hogy a létre a zsigmatonki béke, a király, azaz a Habsburg uralkodó és a törökök között. Érdekes a végrendelete. Figyelmezteti az utódokat, hogy amen, a korona, a szent korona nálunknak egy erősebb nemzeti, az német névlészen, és a magyarok sorsa is az németeken forog, addig jó lesz fenntartani, irány magyarországiaknak, ezt zárójelben mondom, egy erdélyi fejedelmet, mert az nekik is csak javokra és javulásokra részel. Egy rövid zűrzavaros időszak következik Erdély életében, Báthori Gábor. De utána Bethlen Gábor lesz Erdély fejedelme, talán legnagyobb fejedelme. 1613 és 29 között uralkodott. Marosi Ilyen született, ez egy kicsi település, nagyjából, hogyha megyünk Brassóból Arad felé, azon az útvonalon, és a szülőháza mai napig áll, egy gyönyörű, kicsit ilyen késői gótikus kora reneszánsz udvarház, jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy álljon meg egy negyed órára, hiszen a főútvonal mellett van, látható az útról. Nagyon szép emlék, és számunkra nem csak egy építészettörténeti emlék, hanem nemzeti emléke is. Udvari szolgálatot teljesít ifjúként. Megjár több nagyvárost, külföldi nagyvárost, hosszú ideig tartózkodik Isztambulban, jól beszél török. És amikor fejedelemmé választják, ugyan török segítséggel, először megbékél a szászokkal. Hiszen Báthori Gábor háborúba kezdett a szászokkal, ami polgárháború jelentett. Gazdaságilag megerősíti Erdélyt. Jó vám és monopólium fosszítás. Erős hadsereget hoz létre, tisztázza a székhelyek és a hajduk helyzetét, és kitekintő külpolitikájában a francia királyok is felveszi a kapcsolatot. És amikor a francia követ eljön Gyulafehérvárra, feljegyzéséből tudjuk, hoznak magukkal élelmiszert, sátrakat, szekereket, arra számítanak, hogy itten valami ázsiai puszták lesznek, és amikor bevezetik a késő reneszánsz gyulafehérvári fejedelmi palotát, előadnak neki egy Monteverdi operát olaszul, késő reneszánsz berendezése van a fejedelmi palotának, keverve igen-igen drága török és perzsa berendezéssel, akkor a francia követ egy mondatot tud kimondani, ezt felhelyezte ő maga, Rien de barbare. Itt semmi nem van, itt semmi barbár, mert ő valami nagyon ázsiai állapotokra, rossz értelemben ázsiai állapotokra következtettek. Azt hitték, hogy az lesz, hát annyit tudott mondani, hogy semmi sem barbár. Nagyon meg volt elég ebben. 1618-ban csatlakozik a 30 éves állapot. Miután elfoglalják Kassát, Pozsot, Bécset is körülzárják, és itt mutatkozik meg megint Bethlen
nagysága, éles látása, hogy a reálpolitikus. Miután megválasztják a pozsonyi országgyűlésen Magyarország fejedelmének, majd Beszterzebányai országgyűlésen Magyarország királyának, a szultán is készen ismerni Magyarország királyának, nála van a szentkorona, Betlehem. Nem koronáztatja meg magát királynak, hiszen ő, mint erdélyi fejedelem, jobban tudja képviselni az összmagyarosság érdekeit, és 1622-ben megköti a Nikolszburgi békét, ami garantálja erdélyi fejedelemség függetlenségét, önállóságát, úgyból 7 felső magyarországi vármegyét Erdélynek adnak, garantálja a vallásszabadságot a magyarországiak számára is, a királyi magyarországiak számára is, Betlehemet német birodalmi herceggé választották, és ez egy óriási nemzetközi politikai siker. 23-ban a második hadjárata van, majd 26-ban a harmadik hadjárata van a Habsburgok ellen, akkor a lengyel trónról is gondolkodik, az oroszokkal is tárgyal, azonban betegsége és halála megakadályozta ember. A krónikás így emlékezik meg Betlen Gáborról, jobban építve hagyta Erdélyt, mint ahogy találta. Bizony ez igaz. Első Rákóczi György, 1630-48 között méltó utódja volt Betlen Gábornak. Ő felső magyarországi nagybirtokos, és az ő uralkodása alatt Nagyszó 18 évig nem volt háború Erdély területén. 18 évig egyáltalán nem volt háború Erdély területén, nem jártak idegen hadat Erdély területén. Ez hallatlan fejlődést eredményezett, gazdasági, kulturális és demográfiai fejlődést is. Elhárítja a császári és a török próbálkozásokat, támadásokat, és amikor a temesvári pasa rátámad, a szalontai csatában nagyon érdekesen győzik le a törököket, és bármennyire legendaszerű, ez igaz. Volt egy szalontai hajdúkapitány, György Jakab. 300 embere volt csupán. És a temesvári pasa jön délfelől, és Szalonta környékén letáboroznak, igen, mocsolás területen. És ez a 300 hajdú, szétszélebbén, mocsári ösvényeken megközelítvén a török tábort, mint egy félhogyszerűen körbefogják. És meghagyja nekik Győri Jakab, hogy lőjenek, ordítsanak, kiabáljanak, kertsenek zűrzavart, mint hogyha óriási magyar sereg támadna a törökökre, törökök megfutnak. Meg sem állnak Temesvári. Tényleg a 300 hajdú hívta ki. Ez bármennyire legyen a szerintedik az Győri Jakab vezetésével. Nem csak hadban volt sikeres, hanem váradon református nyomdát hozott létre, és a török hódoltság területére küld könyveket. Milyen érdekes, megint ugye a határon túli magyaroknak az érdekét is képviseli, hiszen a török hódoltság területére küld nyomtatott magyar könyvet. Létrehozul a Fejedelmi Kollégiumot és a Fejedelmi Iskolát is. 1644-ben csatlakozik a 30 éves háborúhoz, ügyesen harcol, segíti a svédeket, de reálisan méri fel az esélyeit, és 1645-ben jeszközli, hogy a linci békén az erdélyi fejedelemség pecsétje is rajta legyen. Miért érdemes ez a külpolitika szempontjából, vagy hogy tetszik a politika történet, vagy az európai politika történet szempontjából, de az első multilaterális békeszerződés. Európa történet. Addig két küzdőfél békét kötött, ebben viszont Európa összes számító politikai tényezője hitelesíti a békét pecsétjével. És az erdélyi fejedelemség pecsétje ott van. Mint európai politikai tényező, katonai és politikai tényező. Ennek később nagy jelentősége lesz második Rákóczi Ferenc ideje alatt. Sajnos fia azonban nem volt méltó hozzája, bár első intézkedéseire összefoglalta az erdélyi jogot, az erdélyi jogrendszert, egységesítette, és kiterjesztette a szászokra is, akik eddig ugyancsak kihúzták magukat, nem csak az adózás, hanem az egységes erdélyi jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás alatt is. Most már egységes lett erdélye. Sajnos azonban lengyel király akar lenni, és a török tiltása ellenére megtámadja Lengyelországot, bár elfoglalja a Krakkot, Varsót, de a törökök tiltása ellenére, erős, erélyes tiltása ellenére nem jön vissza, nem vonul vissza,
és bizony a tapás sereg Lengyelországban elfogja az erdélyi hadat, 300 emberrel jöhet haza a második Rákóczi-hídon, mert közben köprülő Mohamed nagyvezér politikája megváltozott, és az addigi nagymatag, csendes-törő birodalom újból támadásba kezd. És nem csak az erdélyi hadat fogják el a tatárok, hanem Erdélyre törnek 1658-ban, 1660-ban és 1661-ben is. Ekkor esik el Nagyvárad, és ekkor viszik el a nagyváradi nyomdát Debrecenbe, és a nagyváradi református kollégium, református könyvtáros iskola ekkor került Debrecenbe. És azóta mai napig a reformátusoknak híres iskolája Debrecen. Kemény János csupán 7 évig volt Debrecenben. Élete olyan kalandos volt, hogy ebből 3 filmet kellene készíteni. Követségbe jár messzi országokba. 16 éves korában a fejedelem tiltása ellenére részt vesz csatába, nem a saját tovább, mert azt a fejedelem kapta, hanem egy másik. Kilövik arról arról, utána még egy rólát kilövik arról arról. Amikor követségben jár, hogy Bethlen Gábor számára brandenburgi katalin kezét megkérje, többször meg akarják gyilkolni orgyilkosok közben. Egyszer a lova menti meg Ausztria területén. Érdekes karriert fut be, apróktól zászlótartói, országbírói intel, és a naplójában leírja az erdélyi fővezéri zászló, amellett, hogy négyszögletes volt és erdélyi címerét tartalmazta, öreg, gombos, boncsokos zászló volt, tehát egy hagyományos keppei nomád, veres sejemes alászállakkal. Ez kicsit olyan, amit később szokták a török zászlókat, ilyen bolyga, vagy a tatár zászlókat. Sokat járt, sokfelé, sok kalandja volt, a rendek megválasztották, azonban látván, hogy Zrínyi sikereket ér el a Dunánban, elkezdi új Zrínyi vár építését, és talán a Habsburgok is, a Habsburgok is elindítanak egy török ellenes háborút, keresi a megegyezés Lipóttal, Montecuccoli császári generális serege bejön Erdélybe, de közben a Habsburgok értesítik a törököt, hogy Kemény János tárgyal Lipóttal, magyarán elárultak Kemény Jánost, Montecuccoli serege kivonul Erdélyből, szabad térben a hagyjának törököknek, és amikor a nyugat felé, észak-nyugat felé visszavonuló Kemény János fejedelem Nagyszőlősnél 1662-ben csatát próbál a törökök ellen, akkor a közelben tartózkodó császári generális és császári sereg tétlenül nézi, ameddig Kemény János seregét a törökök lemészárolják, testét meg sem találták, szerte vakolták a csatát. Utána a császári sereg dolga végezett, lendül, pontosan saját maga szempontjából, jól végezve a dolgát, visszatér Ausztriába. Apafi Mihály Erdély utolsó fejedelme volt. Óvatos, de jó fejedelme. Klasszikus történetírás kissé gyenge kezűnek mondja, de ez nem igaz. Belegondolunk az ő helyzetébe, hogy kerül Erdély kormányra, milyen körülmények között, akkor látjuk, hogy igenis jól képviselte az adott körülmények között nem csak Erdély, hanem az ezt összmagyarság sorsát is. Hiszen 1663-ban, amikor a törökök Bécs ellen támadtak, de Érsekújvárt foglalták el, a császári sereg akkor is Pozsonynál nézi az ostromot, megvárják, ameddig elesik Érsekújvár, igyekszik a menekülőknek, bujdosoknak, raboknak segítséget nyújtani. 1670-ben, amikor az Rényi Péter, Frangepán Ferenc és Rákóczi Ferenc mozgalma elkezdődik, megtolják a császárja, befogadja azért a menekülőket és támogatja őket. Hozzáfűződik az örmények befogadása és letelepítése Erdélyben. 1684-ben Moldvából Ebesfalvára telepíti az örményeket, akik a nagy építkezésben kezdenek, magtárakat, kastélyt, templomot építenek, és akkor változtatják Erzsébet városra Ebesfalvának a nevét, hiszen az örmények magyarországi védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet, és azért nevezik Erzsébet várost el Erzsébet városnak. Rendezi a sókitermelést Erdélyben, aranypénzt veret, iskolákat alapít, az elpusztult nagyanyagi kollégium, elpusztult gyulafehérvári kollégiumot átkezi Nagyanyagre, ahol a mai napig is áll. 1690-ben azonban
halála után császári sereg vonult Erdélybe, és a lipóti diploma Erdélyt leválasztja Magyarországtól, nem csatolja vissza a magyar királysághoz, és Erdélybe kormányzó és katonai parancsnokot nevez ki. Nagyon jelentős, hiszen ezért lesz aztán 1848. március 15-én a 12. pont Unió Erdélye. Azért kérik a Habsburgoktól a március ifja Unió Erdélye, mert ez a Lipót-féle diploma választotta le. És ezt ő kéri a visszarendeződést, az eredeti állapotok visszaállítását. Tehát nem akkor került Magyarországhoz. Erdély sorsa azonban most már a Habsburg irodalomhoz. Említettem bevezetőben, hogy érdekes vendégünk van, aki talán Erdély legrégebbi sarja, és nem véletlenül hívtam meg akkor Gergelyt, hiszen Erdély történetéről nagyon sokat tudunk Erdély mindennapjairól az erdélyi emlékíróktól. Hiszen Erdélyben szokás volt nem csak az anekdotázás, nem csak a legenda mondabeszélés, hanem a naplóírás, emlékírás is. És akkor Péter volt az egyik legjelentősebb, az ő írásának címe Metamorphosis Transylvaniae, vagyis erdélyi változások. Erdélyi pár szóval mesélj, hogy ki volt akkor Péter, mi a jelentősége, és hogy őriztétek meg ti az ő emlékét. Nos, maga a családunk, igen, egy ősi erdélyi arisztokrata család. Több író megörökítette a családunknak, úgymond ilyen mesés eredet történetét, többek között, mint Jókai mondjuk a Sorbert is. Maga akkor Péter az én szempontomból azért is fontos, mert a család az viszonylag szertágazó, sok leszármazott van. Viszont én 8. generáció vagyok tőle egyenságiban. Vagyis... Családban hogyan emlékeztek rá, és milyen emlék maradt meg esetleg? Nekem egyszer említetted, hogy te ismered, ahol ő így van. Igen, ugyebár az 1500-as évek végén felé a családom Hálvárosvárról leköltözött Tórjára. Ez három széken fekszik. Jobban mondva Altonjára. Itt építettek egy késő reneszánszkori kúriát. Maga a mostani birtok is az udvar, már itt a birtoknak az udvari része az 25 hektáros, és magával a kúriával szemben ma már raktárnak, egy magtárnak használjuk, de azzal szemben írta meg a könyvet. Miután megszületett, édesapja hamar meghalt, és van a családban egy másik apor, akinek az ága az nem ment tovább, ugyebár, mert nem született utódja, aki tovább örökítette volna azt az ágat, de édesapjának testvére volt, tehát neki a nagybátyja, és ő lett egy ága, ő volt a Kor István. Őt mondjuk lényegében a legnagyobb apornak, mert ő megkapta a grófi címet is, ami mind magyar, mind erdélyi értelemben a báró is, és a grófi cím is főnemesi, de nyilvánvalóan a grófi valamivel nagyobb. Az én családom, legalábbis az én ágom, az bárói. Más grófiág nem létezett a családom belül. És nagy hatással volt rá, azért említettem csak, mivel vagy a könyvben, többfajta szemlélet van. Apor Péter ebben a könyvben a jelent, hogy úgy mondjam, negativizálja még a múltat, még azt az időt, amikor ő nem is élt, hanem az édesapja vagy a nagybátyja azt dicsőíti, és azt írja le aranykornak, mivel, hogy amikor már ő tevékenykedik, már a 1700-as évek utánióval nagy a német vagy osztrák befolyás Erdélyben.
Jörgé, pontosan erről van szó, hiszen a fejedelemség korát tekinti a nagykornak, és már a Habsburg megszállást ugye az siralmasnak találta. Viszont egy érdekesség, hogy te folytatod ősödnek, akkor Péternek a munkáját, hiszen minek tanulsz? Történészek, úgyhogy reméljük, hogy történetíró lesz belőle is, és megírod Erdély történetét majd, az aranykort és még az eljövendő aranykort is. Reméljük, hogy lesz. No. Általában az érdekére. Most következik az érdekesség. Úgyhasságok, érdekességek, érdékiség. Kedvelt fegyvere volt az így. Azon belül a székelyeket már Mátyás király korában mind kelet és mind nyugat legjobb ilyászainak tekintették. A velencei nagykövet ezt hosszasan leírja. De azt is tudjuk, hogy a szászok előszeretettel fogadta a székely ilyászokat, hogy megvédelmezzék városokat. 1613-ban, pontosan augusztus 25-én állították ki a brassói ilyász cégnek a szabályzatát, és tudjuk, hogy három mesterelemeket kellett készítsen a felszabaduló művészetben mester, egy tökéletesen faragott szalut ülköt, egy úgynevezett arányos íjat és egy megfelelő íjat. Ebből tudjuk, hogy az ősi magyar szalus csontos íj volt. És aki mellettem ül, harcos, Katonya Legella, nem csak hogy íjász, és érdekes hatásbemutatót fog tartani, hanem minek tanulsz, mondja? Ígyvészítőnek. És hol egy pár szót mondja róla, hogy hol és hogyan tanulod, és mit? Magyar Történelmi Íjász Társaságnak az íjkészítő iskolájában tanulok. Havonta egyszer szoktuk összejönni, és Papu Sándor a mesterem, ő 18 éve készít rekonstrukciókat, szarus inas íjakat, és magyar és török íjakat készít. De én szeretném megcsinálni ezt szkíta íjat, mert én ugye szkíta hagyományőrző vagyok, az egy sokkal nehezebb dolog lesz, mert másképp kell megcsinálni, de hát most egy magyar íjon dolgozom, az könnyebb, mint a szkíta, és nekünk is három íjjal kell szolgálni a két év letelte után. Tehát a erdélyi hagyományokat ilyen szempontból te is követed, és remélhetőleg majd jó íjakat, erős íjakat fogsz készíteni, és az első szkíta íjat is majd elkonstruálod. Hogy az íjak milyen fontosak? Baranyai Decsi János, Erdély történetíró, leírja, hogy Bártoli Zsigmond esküvő 1595-ben, amikor Mária Krisztiána hercegnő Gyulafehérvárra érkezik, a török közelségének hírére el kellett halasztani az íjászatosságot. Érdekes, hogy keleten, mongoloknál, belső mongoliai mongoloknál, Tibetben, Nepálban a mai napig megrendezik az íjászverseny falusi lakodalmakkor. Íme Báthori Zsigmond esküvőjén említik az íjászverseny. Tudjuk, hogy ugyanabban az egyetlen Fekete Halomnál, a 23 ezeres fős erdélyi seregben 9200 puskás volt a többi íjas meglátás. Betlen Gábor végrendeletében öccsére hagyja íját, nyilát, tegezét. Betlen Gábor nőrokonai is megemlékeznek nyelvükről, íjukról, nyilaikról, tegezeikről. Nagyon érdekes Kemény János naplója, már említettem, amikor visszaemlékezik a fejedelmi apródokról, bár én nem apród korú vagyok, de mutatni tudom, leírja, hogy Betlen Gábor apródai világos limzett ruhába jártak, ami alatt páncélinget hordtak, aranyos kófiummal hímzett ruhát, szép veretes övet, tarsolyosan, szabjásan, de tegzesen. Tehát mind a két oldal látható a készenléti íjtegezben az íj, és a nyíltegezben a másik oldal pedig ott vannak a nyilak. De ugyancsak Kemény János az, aki leír egy hatásvizsgálatot. Most kérlek, hogy mutatom el. Nem véletlenül hoztunk egy 1,2 mm vastagabb szőrlemezt, amit fölfogtunk a nyílfogónál. Hiszen leírja a Kemény János, hogy Körmözbányán, amikor a német zsákmányt bemutatják, ott van a budai pasa. És a következőképpen
Az zsákmányból válogatott fegyverderek akadt előhozatván, az fejedelem s az budai vezér. Pisztolyokkal jól meglövöldözik, az fegyverderek akadt, de az golyóbisok meg sem hojpasztották az fegyverderekat. Ekkor a budai vezér, valójában a budai vasáról van szó, kézben tartásra odaadta az fegyverderekat, melvértet, sziliktárjának, tiszti szolga, és kéz ívével meglőtte úgy, hogy jól átaljárta az fegyverderék melljét a nyillat vasat. 1,2 mm-es acéllemez, edzett acéllemez, annyira nem hajlított, föl van fogva, annyira fogva. Ez még kísérleti régészetben is felfogható, hiszen acéllemez föl van szó. Milyen jól általjára az nyílnak vasa, az fegyverderekat. Nyilván a nyílhegyek és kézi kovácsolásúak edzetnek. Egyik első leírója a hatásvizsgálatnak Kemény János, későbbi erdélyi fejedelem, amikor a Körmöc bányai nyilazást megörökítette magójában. De tudom még érdekességet az erdélyi nyilászat. Vadászaton, lovas vadászaton kizárólag ilyen nyilat használtak. Vadászatról meg később szó lesz, hiszen legyen a vadásznak erdélyi nemeslő vadászatra készült, tehát a felszerelése tipikusan vadászatra. Ha harcba menne, akkor használna a lóravaló kalosát. Nem véletlenül lóravaló kalos, ez egy nehéz fegyver. De amikor Barcsai Ákosnénak lefoglalják a javait, nem csak ilyen nyilat nyelve szabjája van, de Janicsák puskája és lóravaló kalos. Azért hitelesen használt lóra való kalos csatában. Kemény János halálakor a gyulai, nem a gyalui, nem gyulai, mert ugye Gyula Magyarországon van, most a Prianoni Magyarországon, Gyalu, Kolozsvár mellett van. A várleltár említ íjakat, nyilakat, ezüstös övet és aranyos tejet szárnya. Betlen Miklós önéletrajzi írásában leírja, hogy sokat nyilazott fiatal korában. Már említettem Barcsai Ákosné összeírt javait, amikor íjat, nyilat, tegez, nyerget, vasalt és vasalatlan nyilakat is említenek. Mikó Ferenc erdélyi történetíró jegyzi meg, hogy amikor Kornis Boldizsárt Bátori Gábor testőrei kergetik, amikor fejedelem ellen szervezkednek, joggal, hiszen meggyalázta az ő feleségét is, és egy társának feleségét is, az fejedelem, őket pedig meg akarnak öletni. Olyan jó vívó ez a Kornis Boldizsár, hogy a fejedelmi testőrök nem tudják lelátni. Többet megöl, megnyomorít, és akkor azok hátrább húzódnak, és elkezdik nyilazni. Biztos távolságból nyilazzák.
Nagyszabó Ferenc, Marosvásárhelyi polgár írja be, egy érdekesség, hogy amikor Székely Mózás csapázik a hajdukkal, Sráduh Sérbánnal, a hajduknak elfogy a golyódisa, de a tatárok ilveszeiről lehasítják késükkel a tollat, megtölték a hajdukuskát ilveszővel, és rálődik a tatároknak. Azok másfélszer olyan messze szállnak, mint az íbót ilőt nyíl, erre a tatárok úgy megijednek, hogy elfutnak. Ott hagyják a csataterep, úgy, ahogy van. Ámosz Komenius, humanista, iskola szervező, amikor Lórát és Zsuzsanna elhívja őt Sáros patakra, a Orbis Pictus című művében, iskola szervező művében ajánlja a nyilazást, jó szívvel ajánlja az tanuló ifjúság számára. Bizony jó lenne, ha Magyarországon most is lehetne íjászat az iskolában. Az íjászatnak a jelentőségéről és érdekességéről az erdélyi címer adományozás is megemlékezik. Hallatlan, egyedül Magyarországon Erdélyben tudom így erről. 1627. május 5-én Gyulafehérváron Csausz Pál nemességet kap. Külön érdekesség, örmény származású erdélyi nemes. A címerkép egy életű lovas íjászt ábrázol, veres ruhában, tegezzel a derekát, íjjal a kezében, kicsit tatáros süvegben, amit éppen lovától nyilaz Csausz Pál. 1628. szintén május 5-én Gyulafehérváron Aucs Máté Székely közrendűt nemesítenek, kiváló hadi érdemeiért, címerében egy páncélos kar három ilveszőben. És talán a legszebb, s a legérdekesebb, 1662-ben, október 22-én, szintén Gyulafehérváron, megnemesítik Görgény Szent Imrei Görgényi Györgyöt. És a címerében egy sólyom látható, tehát életű sólyom, természetű ábrázolásban egy sólyom, amit egy szép sztyeppei íjjal nyilaz. Na most meggondoljuk, hogy a harcosoknak a megtisztelő elnevezése az a sólyom. Balassi is úgy, mint jön a sólyom, az mezőn célja járja. De a kozákoknál, ha tisztelettel szólítottak meg egy harcos, akkor szokol, szokol, sólyom. De ez volt a tatároknál, ez volt a törököknél is a harcosok szép tiszteletteljes megszólítása. És hogy az így milyen fontos volt, megjelenik a hitvitákban, mint jelkép. Amikor a híres református prédikátor Alvinci Pázmány Péterrel hitvitázik. És alul maradt Pázmány Péter azért nagyobb képzettségű, nagyobb formátumú tudós, mint ő, eltér a tártól. És Pázmány így figyelmezteti. Vigyázz, mert messze esik a te nyilad, az feltett tártól. Az a közmondás, hogy más tollával ékeskedik, Erdélyben a 17. században így szólt, az egész közmondás, vagy szólásmondás így szólt. Más tollával ékeskedik, azaz más tegezéből dolgoz. Tehát ezekről a tollakról van szó, a nyilvessző tollakról. Más tollával ékeskedik, azaz más tegezéből dolgoz. És az Erdélyben a 17. században, ha valami nem illet a környezetében, úgy mondták, hogy illik, mint bot a tegezben. No, ott az nem így jön a tegezben. Ugye van egy megkül az, egy görcsös faktor. Érdekessége az erdélyi fejedelemségnek a vadászat. Erdélyben mindig is bőven volt vad, manapság is, és a 18. század közepén még bövén is. Medve, farkas, rengetegféle szarvas, vaddisznó, és kisebb és közepes vad. Érdekes, hogy Kemény János idejében, fejedelem idejében még vadásznak, vadász gepárddal, Gyöngyösi István Kemény Jánosról írott művében, aminek az a címe, hogy korából megéledett főnix, leírja a fejedelmi vadászatokat. Íjjal vadásztak Lóháton, gyalog vadásztak puskával, és a két vadász gepárdját, vadász leopárdját Hilaxnak és Pinoxnak hívták. Érdekes, hogy ezt Kemény saját maga nevelte, nyilván volt neki segítője. A kutyáknak viszont a fejedelmi vadászkutyáknak mindig leírják a nevét, és hogy honnan származik. Például a Delis lompos forkat növesztett, jóféle törökországi fajta. Az összes kutyáról leírják a nevét, küllevét, és hogy honnan származik. Betlen Miklós fiatalkorában sokat nyilazott, vadászaton méghozzá Lóhártól, ő kiváló lovas.
Mégis 14 éves koráig 7 súlyos eséssel volt lóháktól az összes lovas baleset. Tehát lovas vadászat alkalmával. Na de mivel vadásztak Erdélyben? Említettem már, hogy elej a vadász felszedétől volt, de egy pár minutat. Nyilván a legfontosabb fegyver a lígy. Puskát nem hoztunk, mert hogyha lőnék, akkor a tűzjelző berendezés beindulna rögtön, és különben is lovasodás vagyok. Az így. Kezében egy krími tatár típusú így látható. Tényleg János erre a végülőt. Az én kezemben egy oszmán török típusú így látható. Ugye János igazából. Mind a három típust Erdélyben használtak. Tehát Álos kezében egy hagyományos, mondhatni régi sztyeppei típusú, összetett merev szalagú visszahajló íj látható. Ilyen típust használtak a honfoglalók, a besenyők, a krónok, a mondok. Az én kezemben egy 14.-15. századi típusú oszmán török íj, de a kezében egy krími tatár íj látható. Lényegében ugyanolyan mind a három, tehát összetett merev szalagú visszahajló, csak a oszmán török és a krími tatár méretileg kisebb. Önmagában nem erősebb, méretileg kisebb. Ezért jobb, mert könnyebben lehet hordani, mivel kicsi. Egyszerűen kényelmesebb hordani. Tehát nem azért jó, mert tatár vagy nem török, ugyanannyit tud, csak kényelmesebb hordani. Tehát elsősorban ilyen nyilván vadászlak. Most nagyon érdekes viszont is a vadászlancs. Ha nem vadászlancsát használnál, először a harci lancsát. Képzeljük el, ez most a mellett. Ugyan sovány kis bosz lenne csupán, de a lényegét bemutatjuk a vadászlancsát. És majd akkor, most lett a vadászlancsát, na most, hogy miért pont olyan a vadászlancsa, mint a milyen? Ha a harci lancsával próbálnák a mellett átszűrni, átmegy. És ilyenkor mi történt? Jó nagy darab menne, elkapja a vadászt. Mert a valóságban úgy képzeljük el, előteljesen ástuk. Enne a menben, jelen most a vadászfordával, megáll erősen a vadász, ketten vadászták a vetétláncsával, és bevesz. És akkor én 80 kg vagyok, a menben akár 350. És karmos mancsak. Na most, hogyha átszúrta volna a medvét, az a nagy test jelenzuhan, és letépte volna a vadász fejét. A társa hiába várt volna hosszú gyűrű baltával, hogy ötösse. Éppen ezért használták a vadászláncsát, tehát ez egy karci volt. Ebben a vadászláncsát. És képzeljük elő, hogy 350 kilós mogorva vérbenbe. Megszúrja. És ez a pöcök, ez a keresztpöcök, megakadályozta, hogy a medve rácsúszta. Mindig vastagabb nyele van ez. Erős vastag nyele van. Megakadályozza, hogy rácsúszta. Tehát nem tud rácsúszni, elegendő terosan, és hogy addig a 20-30 másodpercig ki tudja tartani, többet nem bírna, de addig a 20 másodpercig hiába ordít a medve kandos, a társal bőgődötte hosszú nyelvű voltára. Ezért volt ilyen, ilyen a vadászláncsa. Tipikus erdélyi vadászláncsa, szélesebb vágó éle van, vastagabb, és vastag erős nyele van, de a lényeg ez a pöcök. A vadisznak is ilyen elvadászták. Fontos volt a fokos vagy a balta. Nem hiába az ővében ott van a kis rövid nyelű fokos, ellentétben a csatában használt hosszú nyelűvel, a csatában hosszú nyelű, hiszen két kézzel tartjuk. Ugyancsak azért volt,
hogyha esetleg nem sikerül a lövés, vagy csak megsebesíti a lövés, vagy a társa ugye a vadászlándzsával megállította, akkor a rövényedő fokossal nagyon verdemletét. Vagy van ezt. Sajátos erdélyi vadász volt ez. Van egy kekék. Tehát nem csak súlytani ütni lehet vele, hanem alkalomattán az állatot is visszatalálta. A megsebzett támadó állatot. Ez egy sajátos erdélyi vadász mondatikus. Majdnem mindig említenek hosszú vadászkést. Nem visszatalálkozik. Majdnem mindig említenek a források. 16, 17, 18. század, 19. században hosszú, erős pengélyű vadászkés. Általában két évre. Hihetetlen erős pengélyük van, merevítő gerincük van, hogy áthatoljon a vastag bőrön voltál. Akár íjas vadász, akár puskás vadász, ővé ott van a hosszú pengélyű vadászkés. Első Rákóczi György, Szalárdi János emlékezett meg róla, hogy Novajban, ez mezőségen van, Szentpáli Jánosnál télen farkasfarkára vadásznak, hiszen veszélyezteti a juhállománynak a falut. Egyszerűen a faluban, a falun élő embereket is a farkasfarka. Csengő szánon rendben ki vadászni, medvebőrön kell betakarodni. 16 lándzsás, hosszú késes hajtót fogadnak fel, ugye a lándzsás hosszú kés, az előbb mutattuk a hosszú kést, és a lándzsát, és a Búbatónál, az a hely, 25 farkas törekednek. És azt az ebéd, a kúria, a kiskastély ebédlő termében kifektetik. Most jellemző viszont, hogy a farkas bőr állát mire fordították? A kolozsvári református iskola számára. Tehát megnyugzatták a farkasokat, eladták a farkasbőrt, és ennek a jövedelmét a kolozsvári református iskola. Százsebes és Szerdahely között első Rákóczi György egy nap alatt 24 megbőrült. Azt nem tudjuk, hogy személyesen lőtte mind a 24-et, mert a vadászat azonban nem egyéni, ez egy körvadászatok voltak. Kemény János szintén híres vadász volt, már említettem, hogy nyilla lóról vadásztak, puskával gyalog, és vadászleopárdot is használt. Nagyon érdekes, és az erdélyi történelem szempontjából egyedülálló, de európai történelem szempontjából is, hogy 1571-ben, nem tévedés, 1571-ben törvényt hoznak a szelektív vadászatból. Ez megelőzi messze korán. Szelektív vadászat azt jelenti, hogy csupán olyan csapdák állítását engedélyezik, amik nem tesznek kárt más vadban, illetve a házi állatokban, a legerészű jószágban. Tehát, hogy ne essen áldozatul másfél állat, illetve legerésző marha vagy hím. Ugyancsak 1621-ben az erdélyi osztálygyűlés foglalkozik vadászati törvényekkel. Többek között megengedi a szabadon maradt székelyeknek, hogy szabadon vadászhassan Kettőországban. 1645-ben első Rákóczi György hadiregulája, hadiszabályzata kimondja, hogy a sereg vonulásakor nem szabad vadászni, agarakkal futtatni, vagy bármi nevű vadász tevékenységet folytatni. Érdekes, hogy Genghis Khan több száz évvel ezelőtt ugyanilyen döntéshoz. És az erdélyi, mondjam úgy, nemesi alkotmány a kompilátéknak a harmadik kötete, 11. pontja, pedig a fejedelmi puskásoknak megtiltja, hogy vadászatok alatt sarcoljál az népet. Tehát nem szabad enni, inni, hanem mindenért fizetni, de nem szabad a falu élmény élni. Igaz ugyan, hogy később jött, Újfaldi Sándor, viszont könyve egy hallatlanul fontos az erdélyi vadászatok szempontjából. Leírja, hogy amikor Erdély önállóságát elvesztette, és itten hasonlóképpen vélekedik Apuk Péterhez, nincs már Erdély önálló hadserege, nincs önálló külpolitika. És ekkor a vadászatok alkalmával művelik
azt, amit korábban hadszíntereken, vagy korábban, amit az országgyűl, erdélyi országgyűléseken szoktak. Báfi Farkas, Nagyfalu és Kávás között, amikor elindul vadászni, Cifra sátorral társzekerekkel indul le. Ő sátorban alszik, bőrébül. A fiatalok gyepen, kizárólag szabad ég alatt gyepen, lovas vadászatról van szó, és a pihenőben úgy emlékezik meg Újfalvi Sándor, nemzeti történelem órákat tart a fiataloknak. Amiben hazafiságra neveli őket, és emlékezteti őket a régi Erdélyre, az erdélyi fejedelemségre, annak a történetére. Este nemzeti zene és tánc, ő kezdi el, és kötelezően egy-egy táncot mindenkinek kell járni, megköveteli, hogy mindenki jól övő legyen. Egy lengyel nemes, aki rendőrségben van nála, megemlíti egyszer, csak úgy négy szem közt, hogy a Lengyelország is ekkor már elvesztette önállóságát, hogy miért keseredtek ti magyarok, hiszen bármikor felállítok egy nemzeti hadsereget, hogyha ilyen nevelőtök van, mint Báfi Farkas, aki ilyen vadászatokat rendez, ahol az ifjúságot ünnepelik. És végezetül egy érdekesség Bornemissza János vadászatáról, ő is később él, tehát nem a 17. században, viszont a görgényi, a vécsi, a fancsali havasokban rettenetesen amikor Abafájáról Szamos udvarhelyre elindul, a út az három napig. Három hétig mennek, tábori sárkakat, társzekereket visznek magukkal, 10 málhás szamát csak a kutyaövedet viszi. Most érdemes itt is megemlékezni, hogy a kutyáknak is viszik a kutyaövedet. Tehát nem hulladékkal letetik a kutyák, hogy éppen amit vadásznak, csak aztán vagy marad, vagy nem marad. 10 málhás szamár kizárólag a kutyák elevedet. Zöld egyenruhában vannak öltöztetve a vadászai. Legjobb fegyverzettel ellátva, ellenőrzi őket, szigorúan megbünteti a koszos fegyvert, a szakadt ruhát, a hanyag öltözetet. És 1812-ben a Bándi nádasban óriási ideg és óriási hú van, körvadászatot rendeznek, lóháton buzogánnyal támadja a farkasokat. Megemlítik a kutyák nevét is, az egyiket Pandúrnak, a másikat Huszárnak hívják, és lovon üldözi a farkasokat, és buzogánnyal csapja agyon őket. Szintén a farkasok úgy elszaporodtak, hogy veszélyeztették nem csak a nyájat, hanem a farmakat is. És azért érdekes, mert a mongoloknál ugyanígy vadásznak a farkasokat. Tehát megint valószínűleg ez kettei örökség. És hogy mennyire fontos volt a vadászat? Első Rákóczi György, fejedelmi testőrségnek használja a zöld puskásokat, származástól, és nem csak társadalmi, hanem nemzeti származástól függően lehet valaki zöld puskás. Tudjuk, hogy románok is voltak a fejedelmi őrségben, és íme, hogy nincsen semmiféle nemzetiségi elnyomó politika Erdélyben, akkor legalábbis, hiszen név szerint megnemesi és parancsnokká tesz öt jobbágy származású románokat is. Kik ezek a zöld puskások? 1. Bizonyítottan csak az lehet zöld puskás, aki medvét vagy bölény lőtt varázsszaton. Kitűnő lövők, zöld egyenruhában vannak, a legjobb fegyverük van, lőfegyverük van, és lovas, testőrök, lovas vadászok. Tudjuk, hogy minden szeptember 1-én a fejedelmi udvarban a zöld puskásoknak meg kellett jelenni lustrára, az ellenőrzésre, ahol ellenőrizték teljes fegyverzetüket, felszerelésüket, és aztán kezdődtek az erdélyi vadászatok. Csupán egy kicsit szeletkéje volt ez a régi erdélyi életnek, ami látható, amit táborba vihettek magukkal a vadászat alkalmával, nyilván mellvértet, sisakot, páncélinget nem vittek vadászatra. Ez csak azért van, hogy érdekesebb legyen a kiállítás, de láthatunk légeit, azaz hagyományos erdélyi folyadéktároló edény, a kis töltség, szolgál arra, hogy ki lehessen tölteni, kancsót, kupát, poharat, tányért, cseréből készült kancsokat, és azt kérdezi elő egy különben, mert azt a kicsit, ott előtted van, ezt van az ember magasra. Nem csupán jó küllői bort ittak belőle, ez valóban régi, de akár 17. század is lehet, biztos, hogy 18. század, de lehet régebbi is, hitelesített mérlegény, félkupás. Úgynevezett félkupás edény, zilahon készítették, kizárólag zilahon, és a zilahi félkupást vagy kupást elfogadták egész Erdélyországban a hitelesített mérőedényeket.
Ilyen érdekességek estek régi Erdélyben, és jó szíve ajánlom az erdélyi emlékírókat, naplóírókat, mert egy színes, izgalmas világot örökítettek meg. Képek. Csepetne. Fegyverre tisztelek. Fegyverre lábhoz. Fegyverre tüvely. Be. Köszönjük.